Tisztelt megjelentek, kedves emlékezők! Minden közösség, nemzet, település, család életében vannak pirosbetűs ünnepek. Sikeres, örömteli történésekre emlékeztető pillanatok. És az életrendje szerint vannak gyásznapok is, vagy tragikus időket jelölők. Dombóvár történelme is egyszerre bővelkedik dicső és szomorú eseményekben. Az egyik legnagyobb tragédia 70 évvel ezelőtt, 1944. június 30-án következett be városunkban, az akkor még két külön testvérközségként élő Dombóváron és Új-Dombóváron. Ma ennek évfordulóján az áldozatokra emlékezni és a pusztítást felidézni jöttünk össze. Akkor már 5. évében járt az öldöklő háború. 3. éve ontották vérüket a magyarok valahol távol Oroszországban. De itthon még béke és viszonylagos nyugalom vonult. A háború szörnyűsége azonban mind közelebb került a magyar földhöz. Egyre nehezebb lett az élet, és nagyobb a bizonytalanság. Itt lehetett ezt tapasztalni különösen, ahova Dombóvár vasúti csomópont lévén összefutott a világ zűrzavara. A rohanó vonatok mindent elárultak. A délről jövő, feltört, kifosztott, megrongált kocsik az egyszerű szemlélő előtt is megmutatták az igazságot. A lakosság számára a háborús intézkedések is egyre súlyosabbak lettek. A szigorú elsötétítési előírások is bénították az életet. Nem lehetett más tenni, mint hinni a mindenható segítségében. A bekövetkezett események dokumentálásában elévülhetetlen jelentőségűek az akkori dombóvári plébánosok feljegyzései, melyek igen részletesen és pontosan rögzítették a tragédiát. A História Domusban testet öltött írások legalapvetőbb forrásai városunk múltja megismerésének. Most is elsősorban a Magyar Béla dombóvári plébános és a vasutas telep országos hírű papköltője Kocsis László plébános által vezetett házi történelem volt az elsődleges kútfőm az események felidézésében. Az 1944-es esztendő első három hónapjában még nagyjából a megszokott rend szerint zajlott az élet. Aztán március 19-én bekövetkezett a német megszállás. Megkezdődött a zsidónak minősített dombóvári személyek gettóba kényszerítése, majd deportálása. A német katonai megszállással ugyanakkor hazánk hadszíntérré változott. Egyre többször nyújtott az ég félelmetes képet víjogó halálmadaraival. Gyakran szólaltak meg a légi riadót jelző szirénák, melyek óvóhelyekre, pincékbe, külön ecélre ásott árkokba kényszerítették a dombóváriakat, ahol remegve hallgatták az átvonuló gépek tompa moraját. A vasárnapok szentmiséjét is gyakran zavarta meg légriadó, mivel a gépek általában délelőtt jöttek. Volt úgy, hogy az istentisztelet alatt a híveket Kocsis László plébános el is bocsátotta, s ő maga egyedül fejezte be a szentmisét. Pontosan 70 esztendővel ezelőtt, június 29-én, Péter Pál napján a vasutas telep ünnepelt. Fennállásának 25. évfordulóját ünnepelte. Az egész falu megmozdult. A sportpályán tábori misét tartottak, majd a Levente ifjúság nagyszabású sportünnepét rendezett. Az örömnapot azonban másnap, június 30-án nagy szomorúság követte. Amit várni lehetett, az bekövetkezett. Azon a napon a repülőgépek átvonulása helyett borzalmas légitámadás érte településünket. Pontosan 10:30 órakor Döbrökös felől több mint 32 amerikai bombázógép fejlődött fel, s pár pillanat múlva szörnyű bombazápor hult
főként az állomástól északra lévő vasúti pályákra, a vasutas telep kapos menti részére, a fatelítő, a malom és a mellette álló emeletes községháza környékére. Több mint 180 nagyméretű bomba esett le a támadásnál. Égzengés, csattogás, félelmetes süvítések közepette. Remegett a föld, remegtek a házak falai, a templomtornyok dőlni látszottak. Aztán borzalmas, gomolygó, fekete felhő emelkedett a napfényes júliusi égre. Már a gépek közeledtekor rémület tört ki az emberek között. Mindenki rohant az óvóhelyre. A szolgálatban levő vasutasok az állomás területéről a kapos felé menekültek, mert úgy gondolták, ott nem bombáznak, hisz stratégiai jelentősége a vasútnak, a pályaudvarnak van. Annak lerombolása jelenti a sikeres harcok előfeltételét. Azonban a cél megjelölő gép vélhetően tévesztett. Pontosabban Erki Nagy Tibor és Tálosi Zoltán szakértők szerint a jóval előbb haladó cél megjelölő gép által a cél a pályaudvar felett leírt füstkört a légmozgás elmozdította. A néhány perccel később érkező bombázók ebbe a kissé tovább sodródott körbe dobták bombáikat, amelyek így a vasúti pályaudvart, az irányító központot nem találták el, hanem főleg a kapos és a kondapatak deltájában csapódtak a földbe, hatalmas tölcséreket képezve. Az így keletkezett őrületes légnyomásban érte az oda menekülőket a halál. 12-en vesztették életüket. Egy kivételével mind vasutasok. Akik a légiriadó szirénájának jelzésére nem hagyták el azonnal helyüket, nem menekültek az óvóhelyre, nekik a haza érdekében a legveszélyesebb pillanatokban is intézkedni, menteni kellett. Csak a kioldott bombák süvítő valóságára futottak a kapos irányába. Csupa egészséges, életerős férfiú, a nagybetűs életet éppen kezdő fiatal emberek, meglett apák, vasúti szolgálatba visszahívott nyugdíjasok. Hősi halált haltak. Az ország második hadseregének, a vasútnak voltak katonái. Idézzük fel nevüket. Békei Sebestyén, Marton Sándor, Tóth Vendel, Török István, Völgyesi Lőrinc, Vörös József, Újdombováriak, Gelencsér István, Korpádi Ernő, Pető János, Takács Jenő, Dombováriak, valamint Pere Ferenc, Döbrököző vasutas. Ott a berekben érte az éppen arató munkát végző dombovári Szita Gyula parasztgazdát és a végzetes támadás. Marokszedő felesége ott a közelében túlélte a robbanást. Sok volt a sebesült. Az utólagos adatok szerint 12 súlyos és 45 könnyű sérülés történt. Őket a gimnázium épületében berendezett német kórházban látták el. A szőnyegbombázás nem csak emberi életekben okozott tragédiát. Súlyos károk keletkeztek az élénk vasúti csomópontban is. Az óriási bombák vékony húzalként hajlítgatták a nehéz acélsíneket. A talpfákat mélyen bevágták a pályatestbe. Sok vasúti teherkocsi is elpusztult áru és állatszállítmányával együtt. Még az acéltengelyek is össze-vissza görbültek alattuk a robbanó szerek hatásától.